Szép jó nap volt, sziasztok! Köszönöm szépen! Éppen belefért. Köszönöm a munkát és további szép napot mindenkinek. Viszlát, sziasztok! Mögöttem a pusztaság legalább látszik. Hogy a tétje a mai választásoknak? Hogyan kommentálná ezt? Az elmúlt néhány hónap, 3-4 hónap legfontosabb tanulsága az az, hogy 4 politikai erő maradt állva. Itt láttuk a listaállítások kapcsán is azt a 3 politikai erőt, illetve jött itt az elmúlt hónapokban még egy új politikai erő, viszont az is kiderült ezután a kampány után, a mai napon világossá vált, hogy nincs többet 3 út, 2 út van csak, hiszen mind a 3 másik politikai erő, a Mi Hazánkon kívüli politikai erő, ugyanoda igyekszik most az Európai Parlamentbe, és gyakorlatilag globalista érdekeket fognak majd kiszolgálni, nem tudják igazából valójában a magyar érdekeket képviselni. Maradt a Mi Hazánk mozgalom, amely a magyar érdekeket fogja képviselni, egy teljesen új, legalábbis reményeim szerint teljesen új európai pártot, egy pártcsaládot tudunk majd létrehozni az európai szövetségeseinkkel. Mit vár a ma esti eredmények után, mire számít? Hát ez kiderül, most már tényleg csak pár órát kell várni, hogy milyen eredmények születnek. Az látható, hogy nagy a részvétel, de az várható is volt. Ami egy picit elszomorító az az, hogy nagyon sokan úgy szavaznak, hogy ennek a választásnak a valódi tétjét nem ismerik, hiszen félretájékoztatták őket más pártok az elmúlt hónapokban. Ugyanis nem országgyűlési választásokat tartunk ma, hanem arról a súlyos kérdésről fogunk dönteni, hogy a következő 5 esztendőben kik fogják a magyar érdekeket képviselni. Nagyon remélem, hogy dr. Borvendég Zsuzsanna és hozzá hasonló fedhetetlen, kikezdhetetlen erkölcsű és kizárólag a magyar érdekeket képviselő emberek fogják majd képviselni a magyar érdekeket, és nem mindenféle levitézlett politikusok vagy globális nagy cégek képviselői. Mit gondol arról, hogy a mai választásunknak az egyik fő tétje, hogy háború vagy béke mellett döntenek a magyarok? A háború az egy komoly probléma, és második világháború óta az egyik legsúlyosabb és legkiterjedtebb háború zajlik a szomszédunkban, tehát nagyon fontos, hogy elutasítsuk ezt a háborús őrjöngést, ami az Európai Uniót jelenleg a politikusokat jellemzi, és hát a Mi Hazánk mozgalom az, amely ezt nem csak szavakban képviseli, hanem a tettekben is mindig a béke oldalán állunk. Tudná most politikai helyzet értékelést adni? Igen, ugyanis az elmúlt hónapok alapján kiderült, hogy tulajdonképpen 4 politikai erő maradt állva Magyarországon, ebből ugye 3 politikai erő, aki mindenhol tudott listát állítani, minden megyében, vármegyében, illetve Budapesten is, és emellett pedig keletkezett még egy politikai erő az elmúlt hónapokban. Viszont, hogyha megnézzük ennek a választásnak, illetve az elmúlt hónapok választási kampányának a tanulságait, akkor abból az látszik, hogy nincs többet 3. út, nincs többet 3 út, 2 út kínálkozik a magyarság előtt, van az a másik 3 politikai erő a Mi Hazánkon kívül, amelyek ugyanoda igyekszenek, egy-egy globalista érdeket kiszolgáló európai párt frakciójába fognak beülni a képviselőik, és ezzel szemben van a Mi Hazánk mozgalom, amely az európai szövetségeseinkkel együtt egy új európai pártot, egy európai pártcsaládot épít éppen, amely a Nemzetek Európáját és azon belül pedig a magyarság érdekeit fogja megvesztegethetetlenül, egyenes gerincsel, fedhetetlen képviselőkkel képviselni. Beszélhetünk a Magyarországon ma külön vidékről és külön fővárosról. Én a nemzetet és Magyarországot csak egyben és egységesként tudom elképzelni. Nyilván a vidéknek és Budapestnek is vannak különböző sajátos problémái, amelyek miatt talán a fókusz máshova helyezik a választópolgárok, de én csak egységes Magyarországban és egységes nemzetben tudok gondolkodni. A vidék ugyanúgy fontos, mint ahogy Budapest. Valóban háború árnyékában élünk? Tagadhatatlan, hogy a második világháború óta nem álltunk ilyen közel, akár egy világháború kitöréséhez, akár egy atomháború kitöréséhez, és a szomszédban egy több mint 1000 kilométeres fronttal egy olyan háború zajlik, amelyre nem volt példa a második világháború óta. Tehát ez egy nagyon komoly veszély, és hát a Mi Hazánk mozgalom az egyetlen olyan politikai erő, az előbb említett 4 állva maradt politikai erő közül, amely nem csak szavakban áll a béke oldalán, hanem ezt is képviseljük. Ezért nem akarunk beülni
egy globalista európai párt, akár az Európai Néppárt, akár a baloldal pártjaiba, amelyek nagy koalícióban irányítják jelenleg az Európai Uniót, hanem létre akarunk hozni az európai szövetségeseinkkel, például a Németország AfD-vel és másokkal egy teljesen új európai pártot, amely a nemzetek Európáját és a békét fogja majd nem csak szavakban, hanem tettekben is képviselni. Mekkora lesz a súlyuk? Hát ezt a választópolgárok eldöntik ma, és majd kiderül. Ugye itt azért nagyon fontos, hogy nem országgyűlési választásokat tartanak ma, bár ezt hazudták végig ebben a kampányban mások, hanem európai parlamenti választásokat, tehát itt nagyon fontos lesz az is, hogy a mi hazánkra hány magyar fog szavazni, és az európai szövetségeseinkre hány bolgár, lengyel, német, holland és a többiek fognak majd szavazni, attól függ, hogy milyen erőnk lesz majd az új európai parlamentben.